Hát ez a hülye beült az irányító pultjába az izének. Várjál már, most nézem, hogy ez kölyök az irányító pultja. Mi ez? Nem tudom, hogy hívják ezeket, de ez mi, hol van? Darunak, igen, Daru. Hát mit csinál, hát nyilván elkapják. Láttam pár embert, őröket. Észrevettek vajon? Nem ide jönnek, még nem vettek észre, de észre fognak venni, szóval mennem kell. Nél nem marad akkor fentebb? Vagy felszoktak ide járkálni az őrök? Én itt aludnék, tesó. Ez Gyengusz. Itt eltölteni 24 óráig a Daru tetején. Alex Csigér új videója, tesó. Millió dolláros ötlet. Vagy megcsináljam én? Viszek fel egy kis kempingágyat, gyerekek. De liheg, fél, tesó, az a baj, fél. Ezt így kell a szemébe nézni, ezt izé. Na ide figyelj. Most engem itt izé, húzzátok az időmet, engem ide hívott a kis Robert, fotós vagyok. Mondom, ha én ezt letelefonálom nekik, akkor titeket most azonnal kiugni. Takarodjatok innen, mondom, itt én dolgoztam, nektek az a munkátok, hogy itt erre felügyeljetek, figyeljetek. Alapból szorul végeztétek a munkátokat, bazd meg, mert fel tudtam oda menni, anélkül, hogy konzultáltunk volna. Nekem Robi azt mondta, hogy itt lesznek az őrök, itt fogok állni, és majd engem fel fogtok engedni. Hol voltatok akkor, amikor bejöttem, baszod? Sehol! Nem végeztétek a munkátokat, vágod? Én meg itt dolgoznék, most fog csináltam a fotókat, fel kellett másztam a tetejére, hideg is volt, bazd meg, elfáradtam, fel is másztam, le is másztam, azt még én vagyok elkapva. Na ne szórakozzatok velem! Így fel kell háborodni, vágod, amúgy ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni egyébként. De élőben én is belennék fosva, not gonna lie, csak ebbe tapasztalat kell, és akkor így amúgy ki lehet jönni az ilyen szitukból, de élőben én is belennék fosva szerintem, mert most itt jó sok ember körülvette az öreget, de hogyha tényleg te ilyen bossban nyomod, meg tényleg nagyon, nagyon konfidenten mondod nekik, hogy nálad van a high ground, tehát hogy csak ugyanazt ismételgetett, ami a szerinted igazság, a saját igazodat, akkor nem tudok mit csinálni. Amúgy jó. Amúgy gyorsulni mennék vele nagyon. Ajj, milyen nehéz a keze, akarom mondani a lábának a kis. Vesz, jól hallottam, Cset? Mit? Hogy fogja szeretni majd a leendő pasiával? Se viszi a hapsi-mapsit, lehet, hogy így nem ja. NPC lesz a hapsi-papsit, aztán NPC, őt fogod vinni. Nem értik, mert NPC. Hát remélem. Mi a fasz? A belső számít, a belső értékek számít. Igen? Úgy gondolod? Hallod? Pogi, húzd már be a Laurát. Ezt minden nap ott állná az ajtajelőt, hogy egy újabb küldetéssel jöttem, Laura. Nyom már be, Pogi. Intézz már. Az a lényeg, hogy a külcsi nem számít. Hát jó azért. Azért az is egy kicsit, de inkább a belső értékekre szavazol. Igen, szerintem az a domináns. Az belső a domináns. Feljavítja. Jó, belső nélkül nem és sok. Igen? Azt mondod? Jó kislányom. Igen, hát a belső nélkül. Hát én, gyerekek, amúgy őszinte vagyok veletek, ennek a pasi az a jobbek, vagy neki a pasi az a jobbek fogja járni most. Én nem tudom, de most érted, hogyha én már valakinek, vagy van egy barátim, akkor nekem kell, hogy provide-oljak, nem a nőnek nekem, vagy az úgy nagyon úgy ilyen kellemetlenül érezni magam, hogyha a barátnőm az így, ő tart el meg. Az ő kocsiával megyünk, ő mögé felülök kvadozni, meg ilyenek, érted? Nem tudom. Én úgy nagyon kellemetlenül érezni magam, hogyha a barátnőm az így, ő tartan el engem konkrétan. Megfogják el az elkodzom, és komolyan elveszed. Hát én nagyon tisztelem ezt az embert, mit csinál? Meg bebuktál, hallod? Most ez itt elkezdett csipogni. Mondtam volna neki, hogy add vizet. De nem adja. Kell egy izé, jót nevet rajta. Csinálok, hallod, izé, sílózt, esküszöm, nincsenek csatorna emótok, baszki, itt van 1100 szavunk, nincs emótunk Twitch-en. Hallod, esküszöm, a mi emótjaik, azok Shiloh Steve lesz az összes, le is szarom. Belakom mindenre, vág a Shiloh Steve Pog, meg ilyeneket, vagy Shiloh Steve Lul, ilyeneket berakok, vágod. Nagyon jó, kemény. Jó, azt tudod, hogy milyen. Nem adok. Jó, oké. Azok után, hogy ellopjátok az AirPods-ot. De nekem semmi közöm meg az AirPods-ot, tehát nem az én táskámban. Úgy tudjátok, hogy nem tudok zene nélkül élni. Aha. Csalódtam bennetek, jó van? Hát, mennyi apa? Mennyi az oldalra? Zene nélkül mit érek én? Jó van, fiam! Zene nélkül mit érek én? Szóval, sikerült egy kisebb drámát okoznom. Az hogy jött, tesó neki? Az honnan jött? Muzikának láttam. Azon a nagyon mérő felbújtjad, már nem bírta ki, tudod, már nem bírta ki. Beszélgeztőd, és már nem bírod ki, és így fú, komoly beszélt, és is. Zene nélkül mit érek én? Bocs, folytathatjuk. Most
kezd neki leesni, ez tényleg elvitt a motorba. Elképzelő, hogy ebből is kell egy emót. Ez mi ez a... Kezd neki leesni, ez tényleg elvitt a motorba. Elképzelő, hogy most éppen ezerre pályázgatok. Koptatom a gumiát lefele. Tiszta idegbeteg. Úristen, még egy ilyen... Annyit láttál, tudod, annyit láttál, izé, beszélget Laurával, Róval, és de, Laura, de, hol a motorom? Hol maradtál? De so, beszardá ez lenne. Ez mi? Engem felbasztak az ilyen kérdés. Szinte leszek, ez már ilyen nagyon, tudod, ilyen, most jó osztály, vagy mi a... Pazar, amikor rányomtam a videóra, azt hittem, hogy ez nem én, most esett le, hogy ez én vagyok, most ismertem meg magamat, vágod. Azt hittem ez valami rossz buzi itt, aki. Mondom, mi ez a rossz köcsök, kiküldte? Azt hittem kölyök, ez valami Whisperton videó, tesó. Ilyen buzin nézek ki, chat. Most ez nem offenzívan a melegekre, érted? Ez amúgy chat, ez én vagyok. Ez egy 40 év múlva én leszek. Kettő fucsba ment házassággal, három gyerekkel, mind hármat elvették a nők, egyedül gyerekek, pénz nélkül egy panelba. Ez 40 év múlva ilyen leszek. Így képzelem el a jövőmet, gyerekek. Hülye! Láttátok, hogy elsegette volna egyet, bazd meg! Láttad, hogy elsegette volna egyet? Azt láttátok, chat? De megijedtem! Hülye rendes ellensegettem, mondom a kurva anyját, mekkora légy van a monitoromon. Hú. Ezt vágom, chat. Akkor kivel kell számot szeretném küldeni? Bocskai László, szia, Matt. Következő számot szeretném küldeni Bacskai Lászlónak Nyíregyházára a Genszere, három zsiguló küldi Egerből ráadásul. Hadd menjen Lászlónak mindenki, mert amikor érkezem este felé, hol eslek az ablakon át a Lászlónak, mikor az ajtót is egyszerűen, dej mosolyog rád a világ. Mert abból a hangból a Lászlónak, a fennünket, ne jaj, de szép az...